többet ne zárjunk a kezdéssel. Van most hangi is, hangosítás is, és akkor át is adnám a szót a mai bevezető első elnöknek. Szokás szerint jelzem, hogy videó felvétel készül, ami a netre kerül. Jó reggelt kívánok! Nagyon megtisztelő a konferencia részvevői számára, hogy ennyien itt vannak ezen a korai szombati órán, többen, mint tegnap pénteken szinte, úgyhogy ez csoda számra megy. Mint az már elhangzott, Zsida János most nem tud eljönni, nem tudja végül is előadni ezt a tanulmányt, vagy előadást, amit előkészített, úgyhogy az első előadónk Fúris Ákos lesz, és lehet, hogy ha remélhetőleg Kende Tamás megérkezik, mire sorra kerülne, de ha nem, akkor nyilván előre veszük Nagy Péter Tibor. Úgyhogy Fúris Ákos, csak nagyon röviden az ELTE doktorandusz és a Clio intézet munkatársa, és hát remélhetőleg végre lesz egy történész, aki a II. Világháborús magyar alakulatok szovjetunióbeli megszálló tevékenységéről mind a három releváns forráscsoport alapján ír majd egy disszertációt, ez a célja. Ugye ez az, ami nagyon fájóan hiányzik minden eddigi munkából. Köszönöm szépen. Projektorpasszáv? Igen, fel is másoltam. Ez lesz. Jó rendben, köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, Fúris Ákos jött, és az elkövetkező 20 percben a szovjetunióbeli magyar megszállás képe a háború utáni felelőssége a vonási eljárásban címmel tartanám meg előadásomat. Hogy ez mi, hogyan is kapcsolódhat az emlékezett politikai kérdésekkel, mint amit már foglalkozott korábban is a szakirodalom. Meg hogyha a korabeli szaktanulmányokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy mind Magyarországon, mind Európa szerte a különböző népbírósági vagy háborús felelőssége vonási eljárásoknak jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, mint hogy csak szűken véve az adott háborús és népellenes bűncselekményeket vizsgálják. Ugyanis deklarációjuk volt az, hogy megteremtsék a háborúnak, a háború különböző eseményeinek a lehet mondani az uralkodó narratíváját, a meghatározó elbeszélését, és ennek érdekében egyrészt elzalakították a jogszabályokat is, másfelől pedig azt emelendő, mint ezzel kapcsolatban, hogy ezzel hoztak létre olyan elbeszélési toposzokat és olyan összefüggési rendszereket, amik évtizedekig meghatározták a történelemtudományt is, már csak amiatt is, ugyanis a 70-es évekig, de maga itt a kelet-európai térségben egészen a 90-es évekig igazából a különböző háborús felelőssége vonási eljárásoknak az anyagán kívül még nem álltak rendelkezésre azok a levéltári anyagok, vagy legalábbis nem voltak hozzáférhetőek, ami ezeknek az eljárásoknak a struktúráját, bizonyítási eljárását meg tudta volna változtatni. Igazából ennek kapcsán két elemmel szeretném kiemelni. Egyrészt bevezetőként szeretnék arról szólni, hogy maga még a 1945-ben beinduló háborús felelősséggel vonási eljárásokat megelőzően a Szovjetunióban milyen értelmezések jelentek meg a megszálló csapatokról, pontosabban a magyar megszálló tevékenységből. Ezt követően megmutatnám saját kutatási tapasztalataim alapján, hogy a háborút követően különböző népbírósági perekben
illetve az 1950-es években különböző megyei bíróságokon vagy hadbíróságokon lefolytatott perekben mik azok a állandó elemek, amik visszaköszönnek. A előadásomnak az utolsó részében meg arra szeretnék néhány példát mondani, hogy mik lehettek volna azok a katonai főperek, ahol előjöhetett volna a kérdés, és véleményem szerint mik voltak azok az elemek, amik miatt ez mégsem történt meg. Hogyha vizsgáljuk egyébként már a MTI-nek a külföldi, Magyarországon vonatkozó külföldi tudósításainak a anyagait, akkor már azt láthatjuk, hogy már 1941. júliusának elején megjelent egyfajta atrocitás propaganda a magyar megszálló tevékenységgel kapcsolatban, kiemelve a magyar hadseregnek elsősorban a különböző fosztogató tevékenységei. A Szovjetunió 1942-től kezdve, főleg a külügyminisztérium révén különböző propaganda kiadványokat, jegyzékeket ad ki, amiben úgymond a német fasizmusnak a büntetteit gyűjtik össze. Ezekben magyar bűncselekmény nem jelenik meg. Ennek ellenére politikailag felhasználják, mert egyfelől, amint az Juhász Gyulán által kiadott amit iatokból is kitűnik, a szövetséges tárgyalásokkor kihasználták azt a kártyát, miszerint a Magyarországról való diskurzusban, főleg jóvátétel esetén, hogy a magyarok azok háborús bűnöket követtek el, és pusztításokat követtek el a megszállterületeket. Másfelől egy kevéssé mutatott kérdés, miszerint amikor a Doni verséget követően a magyar külügyminisztérium, jól emlékszem, a Szófiai Követségen keresztül felveszi a kapcsolatot a szovjetekkel, azzal kapcsolatban, hogy különböző információkhoz jusson a nagy tömegben szovjet hadifogságba jutott magyar katonákról, akkor ezt a kérdés pont a szovjet területeken elkövetett magyar háborús bűnökkel hivatkozva tagadja meg a szovjet kormány, és ezt követően látható némi változás egyébként a magyar megszálló politikában is. Egyfelől cél lesz mondjuk a hadifoglyoknak a gyűjtése, másfelől pedig véleményt is kérnek a megszállási rendszer vonatkozólag. Emellett a Moszkvában lévő illegális kommunistáknál is megjelennek már kezdeti interpretáció. Ennek a két legfontosabb eleme az egyrészt Hágy Gyulának a Partizánok tüte című 1943-ban elő Moszkvában, majd 1945-ben Budapesten megjelent kiadványa, illetve ez egy időben megjelent Rákosi Mátyásnak a Magyar Jövőért című eszékötetének, ami különböző elsősorban a krasznodári hadifogoly táborban elmondott beszédeit tartalmazza, és ebben több is vonatkozik a különböző hadifogoly, vagy különböző magyar megszálló csapatok által elkövetett büntetteket. Itt elsősorban egyébként mind a két kiadvány forrás feldolgozás szempontjából is azért rendkívül érdekes, mivel mind visszaemlékezések, mind idézések szempontjából tudjuk, hogy ezek a mind Hágy Gyula, mind Ákosi Mátyás kapott olyan magyar csapatoktól megszerzett zsákmányanyagokat, meg különböző katonáknak a naplóit, amit igazából azóta sem kerültek Magyarországra. Amik itt már előrejelzik a konfliktus, vagy előrejelzik az interpretációs keretet, itt megkülönböztetik alapvetően a felső vezetés, illetve a kiskatonáknak a szemszögét. A felső vezetést azt alapvetően Hortival azonosítják, és egyfajta fasiszta rezsimként ábrázolják, míg a különböző kiskatonáknál pedig azt emelik ki, egyfajta elkezdve egy olyan hagyományt, amit egyébként egészen napjainkig jelen van, miszerint a magyar katonák azok alapvetően jobb viszonyban voltak a megszállt területeken élő lakossággal, mint azt megkövetelte volna
hadvezetés. Hogyha áttekintjük a 1945 és 1953-56 között lefolytatott perket, akkor alapvetően az egyik legfontosabb elem, hogyha vizsgáljuk ezeknek a pereknek a vádiatait, ítéleteit, akkor az, hogy a Szovjetunió megtámadása elsődleges jelentősége bír azzal kapcsolatban, hogy hogyan ítéljük meg a Szovjetunióban lévő magyar csapatoknak a magatartását. Ugyanis abból indul ki, hogy maga a Jus and Bellum és a Jus in Bellum, tehát a háborúra való jog és a háborúban való jog az egymással szorosan összefügg, ergo azáltal, hogy Magyarország megtámadta a Szovjetuniót, így minden lépése a Szovjetunióban, minden magatartása az illegitimnek tekinthető, főleg függetlenül attól, hogy fegyveres harcban veszítik életüket azok a szovjet állampolgárok, vagy teljesen civil polgárok ellen történik az erőszak. Másfelől pedig ezáltal már itt látszik az a probléma, vagy legalábbis kérdés, hogy minden akció az alapvetően törvénytelenül jártak el, ami majd a partizán háborúnak a megítélésénél lesz érdekes. A másik ilyen kérdés az alapvetően az jelenik meg egy súlyosbító tényezőként ezekben a ítéletekben és vádiatokban, hogy a Szovjetunió alapvetően valami fajta magasabb minőség, felsőbbrendűsége jelenik meg. Így már eleve azzal bűnt követtek el ezek a katonák, hogy részt vettek egy olyan hadjáratban, egy olyan ország ellen, ami alapvetően egy univerzális jót hozott volna a világnak. Különösen érdekes egy Koroknai Géza ellen hozott ítélet, amiben egy kihallgatás az egyik vádpontnak a része az volt, hogy egy kihallgatás során megszégyenítettek ilyen elhúzott nőket, ami azt jelentette, hogy négy kézláb kellett menniük, és a lemesztelenített feneküket vesszőzték. És ezt a gesztust azáltal, vagy ebben azt találták a súlyosbító tényezőket, hogy ezeket olyan nőknek kellett elviselni, akik úgymond magasabb szocialista nevelésben érzesültek, tehát magasabb erkölcsi nívón voltak az ítélet szerint ezek a szovjet nők, mivel a szovjet nevelést kapta, mint egyébként maga a magyar katonák, vagy egyáltalán egész magyar társadalom. A partizán harc megítélésére azt kell mondani, hogy ez teljes mértékben kaotikus, ami abban mutatkozik, hogy egy év különbséggel is két különböző bíróságon teljesen máshogy ítélik meg, amíg a Pomóti Sándor elleni ügyben azzal mentik fel a második hadseregnek a kémelhárító osztályán dolgozó tisztet, hogy igazából bármennyire is hősiesek voltak a partizánok, a hadijog alapján jogos vagy legitim lehetett a kivégzésük. Ezzel szemben például Mészáros Lajos és társai elleni ügyben azáltal úgy fogalmazták meg, hogy igazából a partizánok is hadifoglyok. Tehát két különböző. A tetteseknek két körét lehet megkülönböztetni, egyfelől a holtista tisztek, amint már említettem, ez már korábbi szovjet irodalomban is, vagy a magyar kommunisták által a Szovjetunióban elkészített kiadványokban is megjelent ez, hogy ezek a tisztek más kaszba tartoznak. Ennek próbáltak egyfajta osztály ellentétet, osztály érdekeket, ez majd később más szövegekben jobban bemutatható, és ami nagyon fontos, hogy ezekben az ítéletekben gyakran az jelenik meg, hogy amíg a legénységi állományú elítéltek, azok beintegrálhatóak a társadalomba, amint itt látszik, hogy igazából
kisiparcok, kisiparcok, kisztisús erők, akik erősebb támaszai lehetnek a mai rendszernek, vagy éppen olyan elnyomott tagjáratok, akik tudatlanok voltak és ezért követték el, addig ezzel szemben a tisztekkel mindig az az érv szokott megjelenni, hogy ezeket nem szabad, nem lehet beintegrálni, és alapvetően mindig is ki kell elkezdeni a társadalomból. Ugyancsak itt is érdekes, hogy ez már mondjuk a későbbi 1956-os perben található ez a ítélet, miszerint a legénységi állományú egyéb, aki részt vett az adott tömeggyilkosságba, itt ebben az esetben hadifogoly táborőrzésben, azok nem csupán azzal követtek el bűnt, hogy ők erőszakot alkalmaztak fegyvertelen személyekkel szemben, illegitim módon, hanem azzal is, hogy az osztály érdeküket feladták, mivel hogy mint legénységi állomány természetesen nem lehetett ugyanaz az osztály érdekük, mint a voltista hatalom, úgynevezett voltista. Az áldozatok kapcsán igazából én nem találtam egyetlen egy olyan pert, ahol a hatóságok próbálták volna felvenni a kapcsolatot a szovjet hatóságokkal, vagy bármiféleképpen próbálták volna identifikálni, bizonyítékot beszerezni a Szovjetuniótól. Így alapvetően az áldozatok, tehát a legmarkánsabban azáltal vannak jelen, hogy az áldozatoknak a nincsenek jelen, meg sem mint meghatározott személyek, sem pedig mint tanúk. Viszont abban egy érdekes változás tapasztalható 40-es, 50-es évek fordulóján, hogy az áldozatok nemzetisége elhalványul. Ez elsősorban a különböző gettó felszámolásokkal kapcsolatos pereknél szembetűnő, ugyanis amíg a 1948-49-ben lefolytatott perek esetében, ott még megjelenik az áldozatoknak a zsidó származása, addig a 1950-es évek elején a katonai bíróságokon lefolytatott perekben, annak ellenére, hogy a vallomásokban folyamatosan mint zsidóként hivatkoznak az áldozatokat, ennek ellenére már csak a békés szovjet állampolgár megnevezést található. Emellett, ami még kiemelendő ezeknél a pereknél, különböző aktualitásokat jelenkorbeli kontextusokba próbálták beemelni, ez elsősorban 1950-es éveknek a terméke. Ez egyfelől önmagában egy hidegháborús sziózisnak a lecsapódása. Egyfelől ez a ítéleteknek az indoklásában figyelhető meg, másfelől pedig több olyan per is van, például Takács Gyula és társai per, vagy a Csaba László és társai per, ahol egy háborús bűnös eljárásnál a vizsgálatnak egy bizonyos szakaszába hozzácsaptak ehhez egy kémkedési ügyet is, vagy szabotás ügyet is, amelyet általában nem sikerült igazolni, tehát másodfokon általában felmentették ezeket, vagy éppen a rehabilitációs eljáráskor, viszont így próbáltak egy ilyen halmazati kontextust tenni. Amit még röviden csak utalni szeretnék, én alapvetően három olyan pert jegyeznék meg, ami egy szélesebb kontextust tudott volna adni, hogyha lett volna igény a különböző vizsgálat, tehát a felelőssége vonási eljárásokat irányító szerveknek. Az egyrészt a szombathelyi Ferenc elleni ügy. Itt a megszállt területeken elkövetett bűncselekmények, azok megjelentek a vádiratban, de ott is érdekes kiemelni, hogy amíg a megszálló csapatokra a vádiat 4 pontja vonatkozott, abból csak egy a magatartásukra, 3 az pont arra vonatkozott, hogy a megszálló csapatok kiküldésével a háború elhúzódását segítette elő Szombathelyi, illetve annak hiányos felszerelésével pedig úgymond feláldozta az ottani magyar katonákat, tehát itt is nem volt jelentősen jelen. A Jáni Gusztáv elleni perben
Már megjelentek jelentősebben a polgári, a Don, a második hadsereg hátsó területének különböző partizán ellenes intézkedései, viszont itt is alapvetően mégiscsak az a kontextus maradt meg, ami később Demeskürtini terjed el igazán, miszerint alapvetően a második magyar hadseregnek a pohéjaként, tehát elsősorban a Jáni Gusztáv elleni perben nem a szovjet lakosság lett az elsődleges áldozat, hanem maga a magyar katona. A Csernyigovi tábornok pernél van némi, néhány helyen magyar visszhangja. Itt, aminek ki lehet emelni, hogy itt, főleg a különböző vörös hadsereg támogatásával kiadott sajtó, arra helyezte itt a hangsúlyt, hogy miközben felelőssége vonja a magyar katonák, vagy miközben felelőssége vonják ezeket a tábornokokat, ez nem jelenti azt, hogy az egész magyar népet felelőssége akarják vonni, és igazából nem jelent egy kollektív bűnösséget, és ezáltal ezt úgy próbálják megmutatni, és befogadhatóvá tenni a magyar társadalom számára, hogy egyrészt egy kegyként mutatják be ezt a gesztus, hogy csak a tábornokokat ítélték el. Másfelől pedig úgy értelmezik ezek a cikkek ezt, hogy igazából a felszabadulás az már ekkor megkezdődik a keleti fronton való előrenyomulása, mivel hogy ezeket a háborús bűnösöktől nem csupán a magyar társadalom szabadul meg, hanem egyfajta etnicizálva maga a magyar nemzet is visszanyeri ezáltal a becsületét. És itt látszik például, amikor Illés Béla, hogy amikor próbált írni egy cikket, és erről van 49-ben, 43-ban próbált írni egy cikket, akkor Évai József és Ákosi Mátyás azáltal dolgoztatta át vele a cikkét, hogy ne az legyen a célpont vagy a központban, hogy Magda Pál őrnagy az alapvetően egy magyar katona, hanem az, hogy egy hortista katona, mivel hogy egy tömeggyilkos nem magyar, ugyanis ez a tömeggyilkos a különböző, ez az osztályérdek alapú indoklás alapján ugyanúgy járt volna el a magyar parasztokkal, meg magyar falvakkal szemben, mint az ukrán falvakkal. És utolsó megjegyzésként a további kutatás témája lehet egyébként a Illés Bélának a szerepe ennek a feltárásában, mivel áttekintve a korabeli sajtót, igazából ő volt az a legjelentősebb közismert író, aki tematizálni kívánta ezt az ügyet, a magyar megszálló csapatoknak a tevékenységét. Egyébként még külügyminisztériumban még iratanyagot is szerzett vizsgálatokhoz. Viszont, hogy pontosan ez miért nem történt meg részletesebben, ez további kutatás kérdése. Köszönöm szépen a figyelmet! Megelőzte közismert módon a magyar katonák részéről a tavalyikon jelenség. Kérdésem az, hogy ezért volt-e felelősségre vonás, tehát a magyar katonák által elkövetett fosztogatásért, nem élet testépség elleni bűncselekmények miatt, hanem kifejezetten a fosztogatás miatt. Másik kérdésem, mondja csak, hogy lejegyzett el. Jó, akkor megállom. Az a magyar katona, aki az ismertetett módon szovjet nőket alázott meg, mekkora büntetés kapott csak a viszonyítás kedvéért? És még egy kérdésem van, hogy ismert módon ugyancsak a magyar
hadsereg kötelékében a keleti frontra vezényelt munkaszolgálatosokat a Szovjetunió pontosan ugyanúgy bírálta el, mint a harcoló katonákat. Holott közöttük kommunistától, jehovistákon keresztül zsidókig mindenfajta olyan társadalmi csoport volt, aminek semmi köze nem volt egyébként a szovjet ellenes háborúhoz, magához. Ennek ellenére ellenséges katonaként ítélték meg őket. Ennek mi lehetett az oka? Nem lehetett annyira tájékozatlan a szovjet hadsereg. Köszönöm szépen a kérdéseket. A fosztogatás kapcsán igazából a fosztogatásra vonatkozó nagyon sok parancsot találunk, hogy erről kiadtak, hogy a fosztogatásnak a megtiltására vonatkozó. Ami igazából mégis, tehát ennek ellenére viszont, ami miatt mégis azt mondhatjuk, hogy nem sikeresen fellépni a fosztogatásokkal szemben, sőt több alkalommal nem is kívánt fellépni, hogy egyfelől ezeknél a fosztogatás ellenes parancsoknál gyakran nem tartották be, elsősorban informálisan próbálták kezelni ezt a problémát, vagy fenyítéssel, vagy pedig más módszerekkel, ami viszont talán még fontosabb, hogy a korbeli katonai eljárásjogban volt számos olyan kiskapu, amivel, hogyha valakit fosztogatásért elítéltek, vagy eljárás indult ellene, akkor ő ez alól, tehát ezt nem kellett végigvinni. Ilyen volt, hogy a parancsnoknak joga volt arra, hogy felfüggessze az adott ítéletnek a végrehajtását. Minden évben megjelent egy amnesztia, egyébként pont december 6-án a kormányzónak a születésnapján, illetve a Kárpát csoportnál a sok fosztogatási szerzési ügy miatt adtak ki egy olyan parancsot, hogy igazából csak akkor tekinthető egy adott tárgy, vagy egy adott szerzett dolog lopott, vagy abolt halácsot holminak, hogyha alvonatkozólag van feljelentés, tehát nem a katonának kellett igazolnia 1941. október végétől, hogy nála miért van az adott tárgy, hanem akkor indul csak eljárás, hogyha megtörtént ez a feljelentés. És mivel hogy mozgó alakulatokról van szó, ez természetesen nem lett igazán jelentőség. Mekkora a büntetés, hogy őszinte legyek, nem emlékszem, én azt hiszem első fokon 10 évet kapott. Igazából azt lehet mondani, hogy a büntetések kiszabásánál is igazából nem látható egy egységes gyakorlat, hogy mi alapján hogyan ítélik el az embert. A munkaszolgálatosra vonatkozólag részletesen nem vizsgáltam ezt, vagy nem vizsgáltam ezt a kérdést, viszont én alapvetően abból vezetném le a munkaszolgálatosokkal szembeni politikát, hogy alapvetően a Szovjetunió a saját állampolgáival is így bánt. Tehát a saját állam, tehát a szovjet hadvezetésnek a gondolkodása alapvetően a munkaszolgálatosban nem azt látta, mint akit kényszer vittek oda, hanem aki a fasiszta hadsereget szolgálja. És alapvetően azért van az, hogyha adott esetben sikerült valahogy azt elérni egy munkaszolgálatosnak, hogy átszökésként értelmezzék, akkor volt esélye, hogy más megkülönböztetete elbírálásban részesüljön, viszont hadifogolyként úgy álltak hozzá a szovjet csapatok, hogy igazából ő szolgálta ezt a holtifasiszta hadsereget, és hogyha ő nem akarta volna szolgálni, akkor megtagadta volna, és átment volna a partizánokhoz, függetlenül attól, hogy ennek volt-e bármifajta realitása. Tehát itt arra kell gondolni, hogy mondjuk a háború után 20 éveket vennek rá olyan
például mosónőke, akik német támaszpontnál dolgoztak. Szimplán amiatt, hogy kollaborált az ellenséggel. Vagy koncentrációs táborból kiszabadult hadifoglyokkal kapcsolatban. Igen? Mindenkit. A Tóth Ilonnal ügyben fontos, nagyon fontos kérdés a rendelkező politikának, mint láttuk, még sokszor ebben szembesülünk is. Hát valamelyen az előzményéről nem tudom mennyire ismert a Tóth Ilona kérdését ebben a körben. Ugye a forradalmat fegyveresen levették már, november közepén tartunk, még a fegyveresen más már szinte nincs, politikai ellenállás az még a második. Főleg munkás tanácsok kezdtek erősödni, és azok a különböző öptéma készítések kellett egy-két csoport, főleg a Péter és Zsáka utcában folyik egy tevékenység, és ez történik valamelyest a Domokos utcai szükségkórházban, amelyet itt ekkoriban Tóth Ilona vezet, aki egy szigorú orvos, 24 éves, javadalmazás nélkül leállálható ember lehetik ennek a szükségkórházat a felállítását, és közben pedig hát a forradalmat híve volt, és elhatározta, ő is próbált öptikus teljesztése foglalkozni, és ennek megfelelően az ottani, ott be is úgy volt fészkelték oda különböző forradalmára, műbetegként, álbetegként magukat oda a kórházba, és nagy erőkkel folyt a öptikus készítés. Bocsánat. Ja, és magában tudtam, mondta ugye azt magán később, hogy reggel 8-tól este 8-ig orvosnő volt, és aztán este 8-tól reggel meg elálló, adáig meg egyfajta a 5 évvel készítése, fejlesztése foglalkozott, és hát ugye ez ugye november közepén 12-től, vagy már nagyjából 8-ától ez elég nagy erőkkel megkezdődött, úgyhogy hát 16-án egy fordulópont, amikor a Péterfi Sándor utcában volt egy úgymond nagy razzia, hát amikor letalasztottak 90 ilyen ellenállt köztük Angyal Istvánt is, és ő volt ennek az egész röptérulak készítésnek a vezetője, és ekkor Tóth Ilona elhatározta, hogy átveszi ezt a szerepet, és 18-án történt az esemény, amikor a hogy majd képen is látta a tárgyaláson is a későbbi pertársaik közül Obrásovszky Gyula és Gál József jöttek át, hogy az Élünk című illegális lapot szerkesszék, és a közben pedig valaki behoztak a szomszédos munkásszállásról, még fegyveresek már elharcoltak már, akik avval vádoltak, hogy az AVH embere. És hát nem érdemes olyan részletezni, hát ezt az embert tekintve, hogy ez egy kép is, mert talán volt is egy olyan kép, amit a zsebében találtak, amikor AVH-s ruhában volt, és emiatt úgy látták, hogy ez valóban beigazolódik ez a vád. Hiába próbálta igazolni, hogy ő rakodó munkás, nem hitték el neki, és így aztán megölték. Most ennek a részleteiben nem érdemes nem belemenni, inkább csak azzal érdemes foglalkozni, hogy akkor mi történt ez az eseménye később. Ugye hát a másnap,
másnap feljelentés alapján elfogták a csoportot, nem mindenkit, Tóth Tunát is még jó pár, a Höpcillával terjesztésre foglalkoztak, ekkor még csak emiatt, tehát november 19-én, és ez az egész az úgynevezett Kollár István ügy, Kollár Istvánnak hívták ezt a szerencsétlen rakodómunkást. Ez az ügy csak december 4-én került terítékre. Közben ekkor a két társa, Gönczi Ferenc és Gyöngyösi Miklós megszöktek a kórházból, de őket december 4-én tartóztatta le egy szovjet járőr. Ez majd későbbiekben lesz majd fontos, mert visszatérünk erre. És hát ugye volt, ekkor ugye kiderült, felfedezték a halottat, és elkezdődött a nyomozás, akkor elkészítették egy pert, láttuk egy jó csomó felvételt. A pert nyilvánosra szervezték, nyilván a hatóságnak az érdeke az volt, hogy látassák minél jobban a világgal, hogy milyen viselő az ellenforradalmárok, hogy gyilkolnak az ellenforradalmárok. Akkor már a per idején is voltak persze, akik nyugati tudósítók is úgy arról írtak, hogy itt újabb Reichs-perszerű eljárásra gondoltak, és írtak is ilyenekről, úgyhogy megosztott a vélemény abban a kérdésben, hogy most akkor ez milyen per is. És hát tekintve, hogy minden bizonyíték ahhoz megvolt, ugye, hogy a beismert vallomásoktól, meg minden tanú is erre vallott, úgyhogy a vád az igaznak bizonyult, és ennek megfelelően mind a két fokon meghozták a halálos ítéletet, és a kivégzések megtörténtek 57. június 26-án, illetve 28-án Tóth Ilon át, mert még volt egy fellebbezés, még volt egy ügyvédi, még gondolkodtak azon, még volt valami esély, Tóth Ilonát felmentik, de végül is nem történt meg. Most ugorjuk ugye a rendszerváltáshoz, amikor ugye a Tóth Ilonát társai, a régi egyetemista, a gimnázista társai nem akarták elhinni, hogy ilyen végig koncepcióra tartották az ügyet, és el is kezdték annak megfelelően, a különböző mozgalmat szerveztek, annak bizonyítására, hogy átadva a Tóth Ilonka, ez általában így. Ez nagyjából így is rögződött a köztudatban. És akkor ezt nem tudjuk, a később egy Gyenes Pál nevű szerzőnek megjelent egy tanulmánya, amit nem tett ugye közé, de ebben láttak esélyt arra, hogy akkor ebben valamit lehet kezdeni, mármint a Perugia felvétel, de előtte, mikor a féltestvére, Tóth Ferenc beadta a semmiség kérvényét, akkor a hatóságok, a Kizsigmond vezető tanács, bármennyire is szerette volna, lehet tudjuk képzelni a rendszerváltás eufóriájában, mennyire szerették volna ezt az ügyet is semmisé tenni, nem tudták, mert ugyanezek a vádakat nem lehet megcáfolni. Úgyhogy a Tóth Ferenc is azon kapcsán próbált megfogalmazni, hogy méltányolható körülmények között történt ez a tragikus eset. Igen, ám, de akkor már ezt az egész ügyet nagy kezdte fölkarolni az első, és főleg inkább, egyre inkább egy kultusz alakult ki a Tóth Ilona körül, akkor már ugye nemzetközileg is egy ismert figura lett, és ez különös lendület kapott a 98-2002-es jobboldali kormányzat idején, amikor film is készült már, Ordóli György rendezésében, de az teljesen olyan volt, mint bármilyen pártállami film, tehát az a fajta egyoldalú sülkolás, ami aztán később is teljesen is nagyon jellemző volt ebben a kérdésben, és utána később pedig az ismert Tóth Ilona törvény is megszületett, úgymond Tóth Ilona törvény, amikor föl is olvasnám, hogy milyen indok volt, fontos, úgy történt a felmentés, hogy a méltányolható okból elkövethetnek az orvosi foglalkoztatás gyakorló vádott esetében semmit nem tekinthető, ez így volt korábban, és amikor a Fidesz FKG-MDF-KDNP koalíció volt, akkor is meg mondta, a politikai kampány része volt, és az még azt is mondani kellett volna, hogy ekkor már volt szoboravatás,
És a vezető politikusok ekkor már terjesztették, hogy egész korlát, hogy nem más, mint kiagyalt fikció, és ekkor jött a törvény is, és az volt a lényeg, hogy a Tóthival egytérésére a forradalom és szabadságra céljával eszmeiségre való azonosulás tekintettel a forradalommal, illetve a harci cselekmények összefüggésre hozott cselekmények miatt került sor. Tehát azt kell mondani, hogy a bíróság a óriási politikai nyomás ellenére is rendkívül korrektül járt el, de szokták azt mondani, hogy 92%-os volt ez a többséget szavazta a parlament, de azt is el kell mondani, hogy akkor a szocialista liberális képviselő többsége nem volt annyira bátor, hogy ebben a hazaváruló, akkor is már volt a hazaváruló légkör, hogy ebből szembe szálljon egy számukra talán kevéssé fontos kérdéssel. És ennek, amikor a törvény beszélhetett, akkor a kultusz már a Manster Péterét is megelőzte, és az a bevelem az kiderült egyébként, hogy Tóthula rendkívül módon ragaszkodott az igazsághoz, tehát szerintem sírva kérte az orvosait, akik ő hívott a vizsgálatra is, hogy higgyék el, igaz, mert az igaz, amit ő vallott, és ezt végig ezt egész korán is, tehát nem csak ő a társadalmat is vallották. És mondta, még érdemes visszatérve arra az esetre, hogy bár gyakran van vitánk a kollégákkal, hogy mennyire értékesek, mennyire nem ezek a levéltári források, szerintem ezek nem voltak, általában többnyire koncepciós, de abban az értelme semmiképpen sem, mint a régi klasszikus sztálinista perek, tehát nem. Akkor voltak bizonyos koncepciós elemek, mikor hatalom valamiféle politikai hasznot remélt belőle, de ez olyan elég ritka volt, tehát annyira rendkívül elég kevés volt ilyen. Azon túlmenően még hozzá kell tennem, hogy a mindenki, egytől egy mindenki, aki a Tóthonnal ügyben, Kollár ügyben kapcsolódott a történethez, tehát nem csak hallották, hogy ilyen, azon mind egytől egyik úgy ezt ebben a kérdésben így nyilatkoztak, akkor is, előtte is, meg később is, hogy bizony ez a Kollár ügy, ahogy elhangzott, pedig megtörtént. Tehát itt a szóbeli, ez nem is nagyon tudok ennél, olyan még egy olyan történetet, bármennyire is fájdalmas ez soknak, ami ennyire egybehangzóan a negyedtári források egybeestének a visszatérkedésére, sőt, még az előtte lévő. Csak egy példát mondok, hogy mindenképpen látjuk Gárd Józsefet, ő családja klubba volt vele, és még előtte, mielőtt még a Bert kezdődött volna, már elmondta például a feleségének is, meg a apámnak, Örsi Istvánnak is, hogy ez mi történt a Dunok utcai korában. És hát akkor egyébként a kultusz ennyire kialakult, mondom, hogy annyira a Körmendi Béla akadémikus is felelés és felesége létrehozta Tóthula alapítványt, azzal a céllal, hogy a Kárpát-medence minden évben egy megfelelő nemzettudattal rendelkező kiváló szakmai és tanulmányi eredményeket elérő orvostalma hallgatója Tóthula díjban részesüljön. A Csepelen 2011-ben létrehozták már a Tóthula egészségügyi szolgálatot. Viszont 2007-ben Kaposvárra játszott 56-06 Őrült lélek verhalak című produkció, Mulási János rendezett, nem ezt a szellemiséget tükrözte. No, a színdarab látványosan nem törekedett az 56 történetének konstitúciójára, ez 9 éve később ezt mondta erről a rendező Mulási János, hogy nagy művel figurája is totális fikció volt, Armstronggal fölkértől felküldtük a Holdra, ahol magyarok beszélgettek, aki ezután realizmust vár tőlem, számon, az nagyon távol van megjelentéstől. A rendszeres óta ez volt a legnagyobb színházi botrány, a második rész első jelenetet váltotta ki azon az indulatokat, amely valóban Tóthula történetben alakult, de már önmagában az is, hogy más nevekkel játszották, jelezte, hogy nem történethű rekonstrukció a cél. A Kurz Info gyorsan felhergelt a kedélyeket. A Kaposvári Csiki Gyerge Színház közpénzen gyalázva, kohott látat alapján 1957-ben átadott kivégzett Tóthulát. Ez volt már a kopvan, és ezt mondtam továbbiakban. Közé tesszük a felelősök telefonszámait, de aztán tessék kinogatni is őket, főleg Bubás Gabit, a cionista színésznőcskét, aki főszereplőként próbál democskolni egy áfratot. A központi gyűlöletkeltésre beért az utítás,
zaklató leveleket és telefonozásokat kapott a színház titkársága, társadalmi és tagjai. Például szörnyű, és nem lehet jóvá hagyni, hogy legyenek sarlatánok, született bérrendszer hipacsok, akik valami apró pénzért megélhetik bűnözőként, és nem átalják vállalni mártírai bebocskolását. Kérdezem, egyáltalán tudják, mit tettek? Tóth Ilonka, a magyar nemzetforradalom, a szabadságot hőse, akit a gyökértelen magyar lélek hiány felnevelkedett, a mi költségünk kiiskolázott idegenlelkű gyilkosok, kéjjel immár sokatszor igyekeznek meggyalázni, megsemmisíteni. Magyar véleim, ne adjátok, óvjuk meg magunkat a gátlástalan gyilkosoktól, a magyar hőseink meggyalázóitól. Legyen mindenki százszor, ezerszer látkodott, aki a magyar bátya. És ehhez hozzátette egy színű Kolozsi Sándor szobrászművész Ausztráliából. Erősen tiltakozom, hogy önök szent magyar mártír, Tóth Ilona fiatal orvosnőnek életét, egyéniségét és nevét ilyen mocskos, ízléstelen halogsági előadásokkal beszennyezik, rágalmazzák őt, nevét, hivatását és emlékét. Én, mint magyar ember és mint szabadságharcos, az ilyen tiszteletre jelentett munkájukért elítélem önöket. Maguk nem magyarok, maguk félvérkon kommunista jelentcsákok. Aztán is kezdték a polgári körösség a kondíció ellen aláírást kezdeményeztettek. És a Botrány Kronika, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem polgári jogi tanszék vezetője Robányi Gábor feljelentésével újabb szint hozott. Robányi, akárcsak korot infózsók, annélkül, hogy megtekintették volna a előadást, produkció írói, a rendezője és a színház igazgató ellen személyiségi jogi pert sürgetett. A pert jogerős befejezéséig az eladás felfüggesztését is kérte, azzal az indoklással, hogy a színjáték törvényszerűen sérti a kivégzett Tóth Ilona emlékét, aminek 1957-es halálos ítéletét 2001-ben a Fővárosi Bíróság semmiség irányította. Egyébként ítélnemes ítélnem, annantól kezdve nem csak ő, hanem például a Káler Figyes is, tehát minden azon a véleményen voltak egy furcsa demokratikus felfogás, hogy egyben bűncselekményt követ el, aki ezek után nem beszélve persze arról, amiben a bíróság milyen indokkal utasodta el, hogy az, hogy jogsértést követ el, aki a Tóth Ilona átverett bírája bármilyen szintén, szóval a bíróság kimondta a semmiség. Jobbágyi keresetet is elutasották, de a kiváló színházat nemzeti értelenség ürügyén adott formájában rövidesen felszámolták. Tehát 2008-tól 2009-2010-ben, tehát ez a időszak alatt Kaposvány színház, hogy sikerült ez a pótról majd ugyel kapcsán megszüntetni, ami azért elég is üres veszteség a magyar kultúrának. És aztán továbbiakban viszont már akadálytalanul bővölgött a kultusz. 2008-ban Tóth Ilona emlékére 56 című balettelőadást tartottak egy ürömet. Ugyanebben az évben tudatták be Jelenszki István, tisztító tűz elén állunk Tóth Ilona drámája című dokumentumfilm, amely szintén ilyen pártalmi módon ábrázolta a történetet. 2012-ben Szilágyi Andor a Tóth Ilonáról szóló játékcímének forgatókönyvét adták be, egy előre megfontolt gyilkosság forgatókönyve, csakis ugyanebből a mártír aspektusból. A film bemutatóján tervezett időpontja a Tóth Ilona születésének 80. előadása évfordulóján 2012. október 23-án lett volna. A magyar film a nemzeti címlapnál azonban többször is elutasították a pályázatot, egy kincszem is tudom, véglegesen 2013-ban Vignyánszki Attila nemzeti színház igazgatója felkérésére Szilágyi színdarabot írt, amelyet 2006-ban 60. évfordulóra bemutattak még Varsóban is. Tehát lényegében így áll a dolog, és mostanában kicsit szünetelés van erre a közben, de egyelőre a tárgyalos történetírások nem nagyon áll jól, és ennek folytán a kampány is itt van. Ez a képek, amiről elmondjátok, hogy Kaposvári előadás. Itt van a váltás, ez már a Vignyánszki tér előadás. Lehet, hogy kis folyamon fejeztem be, de legalább is időt nyertem a követőt.
többi előadásnak. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük, ismerjük a lehetőségét. Köszönni. 2016-ban hagytadokban már, mint hogy az volt az utolsó rákmányi kicsit. És a Kutatássadás levéltárában egy jóvasós könyvet adott ki Szabolcs Egy Attila, aki a Kutatás levéltár mintatása jelenlegző, de korábban a Kutatila az utolsó kicsitában dolgozott. És ez egy, mi is a címe? Gyilkos. Gondolj egy cégem? Igen. Az a címe, hogy gyilkosság különös egyetem. Igen, köszönöm. Ez nem arra vonatkozik, hogy a Pótilona ölt volna különös egyetemsége, hanem inkább annak a pontosan ellenkezőjére. Pótilona és társai per komplex vizsgálata. Na most ez tényleg komplex módosítva meg, mert 637 oldalon keresztül megvallom őszintén, én nem tudtam még olvasni, de azért, mert nem most tudjuk van kiválóan, mi az a Pótilona Attila. A baromi részletes és nagyon szőrözős. És úgy tudom, hogy Kis Mária volt az, aki Kis Mária, aki a mentora volt, hogy annak idején a külőfügyet is. A kérdésem az az ennek kapcsán, hogy miután ezt nem tudtam átmérni részletesen, tehát én nem tudom rá a választ, hogy vannak-e olyan elemei a szakértelmi vizsgálatnak, ami elfogadható számodra, illetve hogy vethető észre, ugye az Attilának az az alap koncepciója, hogy ezért mindenféle koncepció is perként állítható be, más pereket is igazít visz tovább, de a különös a kultúrnál az a kultúrnál. Amíg vagyok gyerekekben. Jó, igen. Tehát a Tóth, amelyik mielőtt még Szakolcai Attila írt volna, megírtam ezt a könyvét, ez a névforduló, még megjelent egy jó pár könyv is, Kis Sándor, Kis Lénka a könyv a legismertebb, talán Jobbágyi Gábor több könyvet is írt, amik abból indulnak ki, hogy bár források megvannak, nagyon, nagyon szépen megvannak a források, de mégis abból építkezik, hogy nem lehet semmit tudni. Azt nem tudjuk, hogyan, az biztos, hogy koncepciós volt, biztos, hogy titaláció, biztos, hogy miért, hogyan. Meg kell magyarázni azt, hogy mégis hogyan lehetett, hogy miképpen lehetett koncepciós egy ilyen per. Tehát mégis milyen indítatásból és egyáltalán hogyan képződtek azok az iratok, amik mind ettől egyik mindenben mondanak, de még a más perekből lévő kiegészítő források is. Ugye? És a Szakolcai Attila arra nem kisebb dolgokra vállalkozott, mint hogy ezt kellett megoldania, hogy hogyan fölépítette egy ilyen vastag könyvet, tényleg egy nagyon vastag könyvet, a doktor diszertáció alapanyaga volt. És hát én szerintem bámulatos könyv olyan szempontból, hogy én nem láttam még ilyen kötetet, ami hát tényleg minden lényegét igyekszik is próbál magyarát adni, és úgy, hogy valóban, aki nem elég jól ismeri a kérdés,